Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradója, Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Bár még csak próbaidőn volt a tüntetésen felszólaló Tar Zoltán, jogtalan lehetett az elbocsájtása. Mellár Tamásnak nem tetszik a DK-MSZP párbeszéd koalíció, szerinte jelentéktelenné válhat a párbeszéd. Azok a darabok számíthatnak támogatásra, amelyek beleillenek az Isten haza család kultúrpolitikába, mondja Csák János. A Tisztelet és Szabadság párt színeiben indul a június 9-i európai parlamenti választáson a Magyar Péter vezette politikai közösség. Magyar a közösségi oldalán azt közölte, a szerdai közgyűlésen a párt az egyik alelnökévé választotta. Hozzátette, többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben. Korábban egyébként arról posztolt Magyar Péter, hogy beadta pártja nyilvántartásba vételi kérelmét a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Magyar úgy tudja, hogy a bizottság csütörtökön ülésezik, és elvileg még ma meghozza a döntést. Facebook posztban üzent a miniszterelnökséget vezető miniszternek Magyar Péter. Az imáron a Tisztelet és Szabadság párt alelnöke arra szólította fel Gulyás Gergelyt, hogy a kormány ne állítson róla valótlan dolgokat. Magyar Péter a többi közt azt írja, hogy nem háborúpárti, de az ukrán-orosz háborút csak Vlagyimir Putyin tudja befejezni. Majd kijelenti, hogy fontosnak tartja az illegális migráció elleni küzdelmet. Magyar bejegyzését azzal zárja, hogy a majdani új kormány egyik első intézkedése az ügynök akták nyilvánosságra hozatala lesz. Végül pedig arra kérte Gulyást, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban ma ne akadályozzák meg a Tisza párt bejegyzését a júniusi EP választásra. Miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni? Ezt írta Menczer Tamás a Facebookon Tar Zoltánról, akit azután bocsájtottak el a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményéből, hogy felszólalt a Magyar Péter által szervezett tüntetésen. Tar szerint egyértelműen politikai szerepvállalása miatt küldték el az állami munkahelyéről. A Híradónknak nyilatkozó munkajogász azt mondta, a Fidesz kommunikációs igazgatójának megnyilvánulása a joggal való visszaélés kérdését is felveti. Beteg a magyar társadalom, és ezért a betegségért kiemelt felelősség terheli az egyházakat. Szombaton beszédet mondott, hétfőn elbocsátották állami munkahelyéről Tar Zoltánt, ahol próbaidejét töltötte. A volt református lelkész és Magyar Péter is úgy véli, a nyilvánosan megfogalmazott kritikája miatt kellett távoznia. Annyit mondtak, hogy ennyit tudnak mondani, többet sajnos nem. Tehát annyit, hogy köszönjük szépen. Így van. Az ügy kapcsán Magyar Péter és Menczer Tamás Facebookon esett egymásnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója narcisztikus, önimádó, újbalos csodagyerekként hivatkozott egyik posztjában magyarra, aki kommentben jelezte. Egy dolgos családapa vált álláskeresővé a hatalmukat féltők kicsinyes bosszújából. Menczer nem maradt adós a válasszal, és csak annyit kérdezett. Miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni? A volt református lelkész szerint ez maga a beismerés. Csak olyan emberek dolgozhatnak, akik a kormány álláspontjával egyetértenek. Én nem tudom, hogy ez bármilyen jogszabályban, bármilyen szabályban, szabályzatban benne lenne. Én amikor oda mentem dolgozni, nem kellett olyat aláírnom, hogy a kormány véleményével egyetértek. A próbaidős elbocsátást nem kell megindokolni. Ezt már a munkajogász mondta Híradónknak. Ha viszont felmerül, hogy ez a politikai véleménye miatt történik, akkor jogi útra lehet terelni az ügyet. Ilyenkor a munkavállalónak nem kell bizonyítani az okozati összefüggést, hanem csak valószínűsíteni. A munkáltatónak kell bizonyítani, hogy nincs okozati összefüggés az ő szombati szereplése és a későbbi elbocsátása között. Tar Zoltán nem az első olyan munkavállaló, aki a politikai vélemény nyilvánítása miatt kerülhetett bajba. Pap Balázs ügyész három politikai tartalmú posztot osztott meg a 2018-as választási kampányban, amelyek nem a kormánynak kedveztek. Kirúgták, a másodfokú bíróság végül mégis úgy döntött, a kirúgás nem arányos büntetés, ezért vissza kell vonni. Faur Anna 2020-ban az SFE oktatója volt. Tiltakozott az egyetem átalakítása ellen, így a kormány közeli vezetés őt bocsátotta el elsőként. Mivel próbaidőn volt, az elbocsátást nem indokolták meg. A jogvédőket nem érte váratlanul a Tar ügy kirobbanása. Évente mondjuk néhány ilyen eset az biztos, hogy felmerül, és ezeket, hát ezekből vagy lesz per, vagy nem, az már egy következő lépés, de minden esetre látjuk ezt a problémát. Zeller Judit hozzátette, érdekes a helyzet a pedagógusoknál is. Információik szerint ugyanis nem veszik fel tanárnak azokat, akik korábban elutasították a státusztörvényt.
már a Párbeszéd EP listáját vezette volna, a DKMSZP Párbeszéd közös listán már nem lesz rajta a Jávor Benedek, ezt ő maga erősítette meg a Magyar Hangnak. A főváros jelenlegi brüsszeli irodavezetője azt mondta, már akkor jelezte pártjának, hogy nem kíván rajta lenni ebben a formában az EP listán, amikor formálódni kezdett a három párt együttműködése. A politikus hangsúlyozta, amikor a Párbeszéd felkérte, akkor egy zöld lista vezetését vállalta. Hozzátette, ez a felállás nyilvánvalóan nem ilyen lesz, akkor sem, ha ennek az együttműködésnek lehet politikai racionalitása. Jobb, ha nem én képviselem ezen a listán a pártot, hanem valaki más, fogalmazott. Van egy pozitív eleme annak, hogy a június 9-i önkormányzati és EP választáson közösen indul a DK, az MSZP és a Párbeszéd, hogy végre elindult az összefogás ezen az oldalon, ezt Mellár Tamás mondta a Startban. A Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint ezt a mini koalíciót alapvetően a DK dominálja, aminek nagy valószínűséggel az lesz a következménye, hogy a Párbeszéd egyre inkább el fog jelentéktelenedni, és a következő években nem is nagyon lehet már Párbeszédről beszélni. A politikus úgy látja, Jávor Benedek helyesen cselekedett, amikor nem vállalta el, hogy szerepeljen a közös listán, mert ahogy fogalmazott, ő annál egy sokkal értékesebb ember, mint hogy a hetedik helyen bohóckodjon. Mellár Tamás arról is beszélt, hogyan látja a saját jövőjét a frakcióban. Most egyébként egy új frakcióvezetővel magával a frakcióban egy érdemi munka van, és ebből következően bár nagyon nem tetszik az, amit a Párbeszéd most csinált ezzel az egész dologgal, de most nem lenne ildomos nekem kilépni, vagy a kilépéssel fenyegetőzni, mert hogy tulajdonképpen a korábbi időszakban azok a változások valóban elindultak és végigmentek a frakción belül, nem a párton belül, hanem a frakción belül, ezért aztán én nekem ezt a békát le kell nyelnem. Észak-Csepelen építene Vidám Parkot Vitézi Dávid, ezt az LMP főpolgármester jelöltje mondta a Blicknek. A korábbi államtitkár elmondása szerint több mint 5000 visszajelzés érkezett hozzá budapestiektől, hogy mit várnak a leendő főpolgármestertől. Hozzátette, ezekből azt szűrte le, hogy még sok tennivalója van a város vezetésének a családok hétvégi kikapcsolódási lehetőségeivel kapcsolatban. Különösen sokan hiányolják a 2013-ban bezárt Vidám Parkot, magyarázta. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a nemzetközi tapasztalatokat felmérve igyekszik olyan befektetőket találni, akik fel tudják építeni az új Vidám Parkot. A főpolgármester jelölt szerint a Városligetben erre a biodóm miatt már nincs hely, viszont Észak-Csepelen igen. Januárban kirúgott tanácsadója Gegesi Ferenc lesz, Baranyi Krisztina ellenzéki kihívója a 9. kerületben. Ezt az egyik helyi MSZP-s önkormányzati képviselő Torzsa Sándor jelentette be a Facebookon. Gegesi egyébként a rendszerváltozástól 2010-ig vezette a kerületet. A bejegyzésben azt írják, idézem, Gegesi Ferencet kérik fel az ellenzéki képviselők és civilek, hogy induljon el a polgármester választáson Ferencvárosban a jelenleg a kerületet vezető Baranyi Krisztina ellen. Az ellenzéki pártok egyébként azt sérelmezik, hogy az utóbbi másfél évben hiába akartak leülni tárgyalni összesen 7 alkalommal a regnáló polgármesterrel, ez nem sikerült. Baranyi Krisztina egyik megkeresésükre sem reagált érdemben, majd bejelentette, hogy az ellenzéki képviselők támogatása helyett egy saját magáról elnevezett egyesület színeiben indul a választáson, olvasható a Posztban. Március végén a költségvetés hiánya az egész éves hiánycél 92%-ánál tart. A Portfólió lapigazgatója azt mondta híradónknak, elsősorban a 13. havi nyugdíj és az állampapírok utáni kamatfizetések miatt szállt el így a deficit. Róna Péter közgazdász pedig arról beszél stábunknak, hogy uniós túlzott deficit eljárás fog indulni Magyarország ellen, és megszorítások nélkül a kormány nem tudja kezelni a helyzetet. Egy hónapja érkeznek riasztó adatok a költségvetésről. Ennek fényében az év első két hónapjában közölt számok még kedvezőnek is tűnhetnek, hiszen a legfrissebb adatok szerint a 2024-re tervezett 2514 milliárd forintos költségvetési hiánycél 92%-át már március végére elértük. Jelen állás szerint 2321 milliárd forint hiányzik a büdzséből. A Portfólió lapigazgatója nem számol azzal, hogy megszorításokba kezdene a kormány a kiugróan magas hiány miatt. Jellemzően nem lesz olyan, ami közvetlenül a lakosság pénztárcáját szűkíteni, és a lakosság
jövedelmi helyzetét közvetlenül befolyásolná. Pont emiatt növelte meg a hiánycélt egyébként, a költségvetési hiánycélt, hogy ne kelljen ilyen intézkedéseket csináljon, valamint pont emiatt inkább beruházásokat halaszt el. Csiki Gergely hangsúlyozta, a magasabb hiány újabb hitelek felvételét teszi szükségessé, amelyek finanszírozása drágábbá válhat. Ez közvetlenül lecsapódhat akár a lakosságon, vagy a különböző más gazdasági szereplőkön, ugyanis hogyha az állam a saját finanszírozására magyarul több kamatkiadást fizet ki, akkor máshonnan kell elvenni, más kiadásokra nem lesz több, vagy nem lesz annyi forrás. A portfólió azt írja, csak februárban 439 milliárd forint kamattal többet fizetett ki az állam előző év februárjához képest. A Momentum szerint a kormányzati kommunikációval ellentétben nem az emberekre költi a legtöbbet az állam. Leginkább az állam saját magára költ, láthatjuk ugye folyamatosan a kormányzati kommunikáció, propaganda más néven, mire éves szinten 5-600 milliárd forint megy el, láthatjuk azokat a fölösleges vásárlásokat, akár gondolom itt a Vodafone felvásárlására, ami 700 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. A közgazdás szerint nem kerülhető el az uniós túlzott deficit eljárás, és ezzel a megszorítások sem. Róna Péter szerint a több kulcsos adózás visszaállítása jelenthetne megoldást a problémákra. A mindennapi megélhetési sorban nagyon fontos, hogy erősebb helyzetbe hozzuk a szegényebb rétegeket, mert ettől fog beindulni a gazdaság növekedése, és itt ez gazdagok szempontjából ez közöttes. Megkerestük a pénzügyminisztériumot, arról érdeklődtünk, milyen beruházásokat halasztanak el, vagy mondanak le teljesen, és hogyan fogja a lakosságot érinteni a kiugróan magas hiány. Adásunkig választ nem kaptunk. Ami biztos, a kormány a magas évközi deficit miatt még márciusban a GDP 4,5%-ára emelte a tervezett éves hiányt. A Magyarországon működő 530 gyermek otthonból már 507 intézmény helyszíni ellenőrzése történt meg, amelyek közül 405 állami, 3 nem állami és 99 egyházi fenntartó fenntartásában működik, írta meg híradónk kérésére a belügyminisztérium. Arra kérdésre, hogy történt-e bárhol bűncselekmény, viszont csak az ellenőrzések végén tudnak majd válaszolni. A híradónknak nyilatkozó szakértő helyesnek tart minden olyan vizsgálatot, ami azokat az embereket vizsgálja, akik gyerekekkel foglalkoznak. Hol tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata? Mik a tapasztalatok az eddigi vizsgálatok alapján? Indultak eljárások? Mikor és milyen módon történik meg a vezetők tesztelése? Milyen szakmai protokoll alapján végzik el ezeket? Összesen végül hány vezető vizsgálatára kerül majd sor? Illetve mi lesz az egyházi intézményekkel? Az MSZP politikusa március végén tette fel ezeket a kérdéseket a kormánynak, amire Rétvári Bence válaszolt. A hatósági ellenőrzések, amelyeket soron kívül rendelt el a kormány, ezek minden intézményre vonatkoznak, állami, civil, egyházi, önkormányzati, bármilyen fenntartó van, de az 530-ban van 416 állami, 6 civil és 108 egyházi fenntartású, tehát mindegyik intézményben ezek a soron kívüli ellenőrzések, ezek elindultak. Gurmai Zita most írásban kérdezte a belügyminisztériumot, ismét arra volt kíváncsi, hogy hol tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata. Pintér Sándor helyett megint Rétvári Bence válaszolt. Az államtitkár azt közölte, hogy 2024. március 1-én azonnal hatályba lépett egy kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálat a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyettesei kinevezésének és foglalkoztatásának feltételeként. Rétvári Bence arra is kitért, hogy a nem állami gyermekvédelmi intézmények vezetőinek vizsgálatához törvénymódosítás szükséges, így ez több időt vesz igénybe, de ezt a kormány hamarosan be fogja terjeszteni. Hozzátette, eddig már több mint 440 intézmény indult meg a soron kívüli hatósági ellenőrzés. Híradónk is írt a belügyminisztériumnak, mi azt a választ kaptuk, hogy április 10-ig 507 intézmény ellenőrzése történt meg, ebből 405 állami, 3 nem állami és 99 egyházi fenntartó fenntartásában működik. Arra a kérdésre, hogy van-e olyan intézmény, ahol felmerült a bűncselekmény gyanúja, azt írták, a következtetések levonása a hatósági ellenőrzések megállapításainak és a gyermekotthonok működésének kiértékelése, további intézkedések meghatározása az ellenőrzések befejezése után várható, így az esetleges bűncselekményekkel kapcsolatban feltett kérdése is csak ezt követően adható érdemi válasz. Baranya István pszichológus helyesnek tart minden olyan vizsgálatot, ami azokat az embereket vizsgálja, akik gyerekekkel foglalkoznak. Stábunknak azt mondta, ő a pszichológiai protokollnak megfelelő vizsgálatokat szorgalmazna.
Ezek csalhatatlan dolgok, persze egy teszt, nem teszt, több tesztet kell végezni, és a másik pedig a megfigyelés. De hogyha egy vezetőről beszélünk, akkor én szükségesnek látnék egy önjellemzést mindenképpen, egy pszichodiagnosztikát, amiről most beszéltem, és a környezet véleményét, hogy tulajdonképpen mit tudnak, mit látnak erről a szeméről. Balogh Zoltán még az EMMI minisztereként azt ígérte, hogy 2020-ig megszüntetik a 200-300 fős gyermekotthonokat, helyettük pedig legfeljebb 12 fős lakásotthonokat alakítanak ki, valamint családias környezetet biztosító maximum 48 személyes létesítmények jönnek létre. Erre akkor 5,8 milliárd forintos uniós forrást szántak. A másfél éve készülő kultúrtörvény sajtóba kiszivárgott részletei a tervezet egy korábbi verziójából származnak, nem ezt fogja benyújtani a minisztérium, jelentette ki Csák János az Inforádióban. A kulturális és innovációs miniszter a tervezet központosítással kapcsolatban azt mondta, szó sincs arról, hogy Vidnyánszky Attila mondja meg, hogy milyen legyen a repertoár a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. A tárcavezető hangsúlyozta, a szabályozás csak az állam által üzemeltetett intézményekre fog vonatkozni. Hozzátette, az önkormányzatok által üzemeltetett színházak működésébe nem fog beleszólni a kormány. Csák János arról is beszélt, hogy a támogatásoknál jobban figyelembe fogják venni egy darab vagy mű hatékonyságát is, de alapvetően azok a darabok számíthatnak támogatásra, amelyek beleillenek az Isten, haza, család vagy a zsidó-keresztény kultúrkör hagyományainak a kultúrpolitikájába. Márciusban éves alapon 3,6%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon, derül ki a KSH friss jelentéséből. Ezzel, ha csak minimálisan is, de tovább mérséklődött az infláció. Az élelmiszerek ára márciusban már csak 0,7%-kal emelkedett éves szinten. Ezen belül leginkább a cukor drágult, több mint 30%-kal. A csokiért és a kakaóért 11%-kal kell többet fizetni, a sertéshúsért pedig valamivel több mint 9%-kal. A szolgáltatások ára 9,9%-kal nőtt éves alapon, ezen belül a lakbér 14, az autópályadíj, gépjármű kölcsönzés, parkolás majdnem 11, a járműjavítás és karbantartás pedig 10,5%-kal drágult. Csökkent viszont a háztartási energia ára, a vezetékes gázért 6,9, az elektromos áramért 3,2%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság, hogy több uniós tagállamban is kínai rendőrőrsök működhetnek. Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos kijelentette, a bizottság elítéli a külső befolyásolás minden formáját az uniós tagállamok területein, akár állam, akár gazdasági szereplő részéről. Cseh Katalin az ügyben rendezett EP vitán hangsúlyozta, ideje volt, hogy az EU elkezdjen komolyabban foglalkozni az autokratikus országok jelentette veszélyekkel, de nem látja a saját autokratáit. A Momentum EP képviselője ironikusnak nevezte, hogy egy állandóan szuverenitásról beszélő kormányzat, amit meg akar védeni Brüsszeltől, külföldi rendőröket hív be. Hozzátette, ez messze túlmutat Magyarországon, az uniós rendőri együttműködésre is kihat, így egyetlen kínai disszidens sem érezheti magát biztonságban. Partra sodort teknősöket mentettek meg a szakemberek Dél-Afrikában. A nemrég kikelt álcserepes teknősöket az elmúlt időszak heves viharaiban vetette partra a víz. A teknősmentő központ munkatársai 200 kis teknőst helyeztek biztonságba. Ápolják és etetik, majd 9 hónap múlva visszaengedik a tenyérnyi állatokat a tengerbe. A szakemberek szerint egyébként 1000 kis teknősből 1-2 éri meg a felnőtt kort. És eddig a híradó hírei, a szó most újra az önöké, hiszen újabb fórum kezdődik Dézsi Zolival. Szervusz Zoli, ismét minden jót kívánok. Milyen témákban hívod, invitálod a kedves nézőket? Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket. És hát a témák ugyanazok lesznek, mint reggel, de azok, akik esetleg nem néztek bennünket akkor, azok tudják meg, hogy miről van szó. Először is ugye tegnap eldőlt, hogy Magyar Péter a Tisza pártban fog politizálni. Önök hallottak erről a pártról valamit tegnapig? Aztán van egy érdekes ígéret a főpolgármesteri kampányban, amelyet Vitézi Dávid tett. Ez így hangzik, hogy Vidámparkot akar építeni, mégpedig Cseperre. Volt, aki ezt nem nagyon értette, hogy miért Vidámparkot és miért pont Cseperre a délelőtti fórum betelefonálók közül.
önök értik. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Amerikában képzik tovább a magyar űrhajós jelölteket, egyelőre 4 van belőlük, de végül csak 1 jut majd fel az űrbe. Várom a telefonálókat. Köszönjük, Zoli, már is telefonálhatnak. Előtte azonban még Lili számít a figyelmükre időjárás jelentéssel. Én pedig további szép napot kívánok. 17:25-kor viszont én várom önöket. Ismét híradóval viszontlátásra.